Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Nagyon sokan, sok helyütt leírták már azt, hogy tulajdonképpen a jelenkorunknak a szimbólumává vált az az alcsú dobozi juhászember, aki szembeszállt a hatalommal, vagy a hatalmasokkal, vagy legalábbis egyel. Na akkor szűkítem a kört, hogy Önök is tudják, vagy mindannyian tudják, hogy kire gondoltam, hogyha ebből még nem találták volna ki. Őt úgy hívják, hogy Váradi András, aki most már az Együtt PM aktivistája, de ő az az alcsúti juhász, aki szembeszállt a felcsúti polgármesterrel, Mészáros Lőrinccel. Mesébe illő történet is kezdődhetne így, de egyáltalán nem mese szép a történet. Váradi András a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Kedvicsokom, szeretettel köszöntöm a nézőket. Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat, mert hogy hallottunk már Önről, olvastunk Önről, nyilatkozott, pár interjút láthattunk, kampányfilmben is láthattuk már, feltűnt Mesterházy Attila mellett, de arra a történetre vagyok kíváncsi, amit az elmúlt években, 3 évben, 4 évben átélt Ön, a családja, a vállalkozása, egyáltalán hogy kezdődött ez az egész? Most már úgy látom, hogy Mészáros Lőrinccel valami kibékíthetetlen ellentétben vannak, vagy haragban vannak, de majd mindjárt megmondja, hogy melyik az igaz, de hogy kezdődött ez az egész? Hát nagyon-nagyon elfajult már a dolog. Nagyszülőkig visszamenőleg mindenki gazdálkodott, 360 darab juhtartással és a megélhetésünk ebből biztosítva volt, és nagyon nagy szeretettel csináltuk azt, ami a hobbink, az életcélunk, a mindenünk volt. Tehát igazi biogazdálkodás, és szerintem egy jól működő kis gazdaságot hoztunk létre. Nagyon sok barátunk, nagyon sok kapcsolatunk jött és született az állattartással kapcsolatban, tehát sokan segítették. Tehát ez már generációk óta. Generációk óta, egyik napról a másikra azt láttuk, hogy Kecskefej és közben megjelent az Orbán Viktor autója, és mire kijöttünk, már tovább is hajtott, tehát nem tárgyalt velünk senki semmit. Várjon. Birka, Kecske? Tehát Kecske is volt, nem csak Kecskéket, Birka? Kecskéket, 37 darab, nagyon jó minőségű. Tehát fejték a kecskéket? Igen. És egyszer jött Orbán Viktor a mikrobusszal? Nem, hanem az ő autójával, és ott megállt a Hodálytól egy olyan 15-20 méterre. Ki is szállt Orbán Viktor? Nem szállt ki, felvette egy telefont, telefonált, mire mi odaértünk, elhúzott, tovább ment. De közel volt, tehát látta, láttam, abszolút igen. Biztos benne, hogy Orbán Viktor volt az, aki megállt a Hodály mellett. Már napokkal előtte sokat tartózkodott ott Göbölyjáráson, hozzá kell tennem, hogy a nagypapa is nagyon sok időt vezetőként, felcserként az állatorvos mellett dolgozott, és... Már kinek a nagypapája? Az Orbán Viktor nagypapája. Orbán Viktor nagypapája? Igen, a Miska bácsi, nagyon sokan beszélnek róla. És hát az nagyon-nagyon rossz múlttal, tehát, de hittem abban mindvégig, hogy valami, elindul valami jó dolog. Tehát mindezek mellett... Miben hitt? Hát, hogy az őstermelők, a családi gazdálkodók, hogy az, amit mi egy igaz biotermelést, és mindazt végig folytatva, amit csináltunk, és megfeledkezve arról, hogy a 60 pusztán hogy találkoztunk, amikor lóval húzattuk be a kukoricát, és kézzel kapáltuk, és a Flír Jánossal, illetve az Orbán Viktorral akkor találkoztam életemben először. Ez mikor volt? Hát ennek már olyan 12-14 éve, és hát rajtunk nevettek, hogy mi még el vagyunk maradva szerintük. Tehát ezt, amikor Ön és a családtagjai kézzel kapálták a földet, igaz. Akkor ott volt Orbán Viktor, ez egy 10-14 évvel ezelőtti történet, és kinevette Önöket, hogy... Hogy mi ezt a módszert használjuk, és ezt így csináltuk, ahogy azt tanultuk. De akkor beszélgettek is, vagy csak... Nem beszélgettünk, nem volt egy szóváltás sem. Ezt követően folyamatosan ki akarta vásárolni a területünket. Tehát többszörösen, Orbán Viktor? Igen, többszörösen tett ajánlatokat, mi senkitől nem fogadtuk el, mindenkor éreztük és tudtuk azt, hogy ki lehet az ügy mögött, de csak a Flír Jánosra gondoltunk, tehát hogy ő szeretné. És egy alkalommal aratás lévén arra jöttünk rá, hogy egy barátunk nem ő jön személyesen aratni a kombányba, hanem a Flír János.
Fried Jánostól annyit kell tudni, hogy ő a szomszédom, azzal a tudattal voltam mindvégig, hogy ő a szomszédom. Számomra akkor vált nyilvánosság, illetve akkor tudatosult bennem, hogy mikor Ferenczi Krisztina, oknyomozó újságíró, megmondta konkrétan, hogy tévhit, amit én gondolok, mert nekem a Léva Janika a szomszédom, és az Orbán győző, így váltam. De várjon, én most a mostani pereskedés kapcsán, mármint hogy az ön pere kapcsán azt olvastam, a bírósági tárgyalótermekben elhangzott, és az ügyvédek szópárbajából írt tudósításokból én azt olvastam ki, hogy önnek tulajdonában ott nem volt föld, tehát ön használta ezeket a földeket, nem? Így van, azért ezek mind állami földek. Vártuk, hogy a portán, tehát a Csákvári Állami Gazdaságnak a területe volt ez, a Csákvári ZRT-nek, és mindenki jó viszonyban van, a portásoktól kezdve ott mindenki. És mi kis közösség. Ön és a családja ezeket a földeket? Hát ennek, ha azt mondom, hogy édesapám ott dolgozott le 45 évet, és a dr. Tarjányi Antallal volt egy haszonélvezeti, illetve bérleti szerződés, egy haszonbérleti szerződés erre a területre. Tudni kell mindkét szülő analfabéta, és én már mikor abban a képben kerülve, hogy bementem és szóvá tettem, mert nem nagyon értettem, hogy egyik napról a másikra rövidtávú szerződést irattak alá vele, majd a 4 hónap múlva a területünk már a Demián Sándor területe lett, ez a terület, amit 50-100 éve használtak, rajta van a hodály, a nagypapának. De állami föld volt, csak önök használták 50-100 éve, és egyszer csak Demián Sándor tulajdonába került ez a terület. Aztán jött Mészáros Lőrinc, azt már akár Ferenczi Krisztina könyvéből, vagy a korábban már általa megírt tudósításokból, riportokból is tudhatjuk, hogy Mészáros Lőrinc önt egyszer csak jött, és beültette az autójába, és körbevitte ott a környéken, és akkor azt mondta el, hogy na hát akkor ez innentől kezdve az enyém lesz, vagy már az enyém? Úgy is mutatta be, hogy vegyek arról tudomást, hogy ez mind az ő területe, és ne próbáljunk meg semmit annak érdekében tenni, vagy bárkinek információt kiszolgáltatni, hogy itt mi folyik a munkálatok során. De én arra gondoltam, hogy a gépek, illetve hogy dózerolnak és sok egyéb furcsa dolgok, de ezek következtek is egyik napról a másikra, hogy bűzterjesztett el Göbölpusztát, mikor ott szétbarbárkodták az egész silótárolót, és kegyetlen módon vitték végig az egész munkafolyamatot. De akkor még arra gondolt, hogy azért a legelő, meg a hodály, és a föld az megmarad. Hittem abban, hogy azért úgy, ahogy a Demián úrral valamelyest azért együtt tudtunk működni, békén hagyott és gyönyörű volt a terület, mindvégig kaszáltuk, legeltettük, rendbe tartottuk, úgy, ahogy a szüleim, nagyszüleim addig, és soha egy szóváltásunk nem volt. Tehát azért egy nyugalmi állapot volt, mind addig, még ő azt nem mondta, hogy most már nincs tovább, tudomást szerzett arról, hogy a Ferenczi Krisztina, tehát ezt én úgy értékeltem akkor, mikor az autóval végigvitt, hogy ez egy zsarolás, ezt nem tudom mihez hasonlítani. És valóban félelemérzettel szálltam ki az autóból, mai napig emlékszem. De mit mondott? Milyen szavakkal közölte önnel, vagy egyáltalán? Tehát milyen stílusú, milyen hangvételű volt ez a beszélgetés? Ez egy olyan hatalmi érzés, amit nem tudok szavakkal elmagyarázni, hogy ezt követően folyamatosan, tehát az, hogy a rendőrség napi szinten járt ki, és láttuk, miért? Hogy... Megnézni a birkákat, hogy miért járt ki a rendőrség? Ez egy ilyen hatalmi vágy, hogy éreztesse velünk, hogy övi a hatalom, és ő mögötte az Orbán Viktor, és ő azt csinál, amit akar. De a rendőrség miért járt ki, hogy mit csináltak a rendőrök? Csak járőröztek arra, vagy? Folyamatosan járőröztek, többszörösen megjelentek a Mészáros Lőrinccel ezen a területen, és aféle hatalmi vágyal, hatalmat gyakoroltatva rám, hogy ők bármit megtehettek. Ezzel történt az, mikor az összterületen, ahol konyhakertként igen nagy területet műveltünk, azért 20 családnak ott meg volt termelve szinte minden, a krumplitól a zöldségig mindenünk. Egyik napról a másikra
bejelentették délbe, hogy jön a dózer egy órakor, és szednek fel. Hát amit összetudtunk, volt, aki szinte sírva szedte a félig érett krumplinkat, hogy vált le a héja, és nem tudtuk, hogy megmagyarázni, mi az oka. Beszántották, hogy a veteményes kertet? Beszántották, ezt követően még nagyon sokan szedegettek utána is erről a területről, amit találtak. És mi van most ezeken a területeken? Hát jelenleg egy karámrendszert épített akkor ki nagyon gyors menetben, de érdekes módon ez a karámrendszer ma ott álltunk üresen. Állat? Nem csináltak, nincs benne állat, úgyhogy nem csináltak vele semmit. Folyamatosan ránk üldögette három emberre, tehát három olyan munkást, akárhova hajtottunk, beleértem a saját területemet is, hogy oda se hajtsunk, mert az is az övé, tehát egy ilyen hatalmi vágyal, hogy ő bármit megtehet. Lezárták az utakat, ahová kihajtottunk, illetve kiártunk erre a 60 pusztai területre, innen a legmegközelíthetőbb a hercegút. Tehát ha még meg is maradt volna mondjuk a legelő, vagy a karám, de már tehát megközelíteni se lehet? Nem lehetett megközelítenünk, tehát a saját területünkre mára már körbe kellett mennünk, ami egy óriási költség, mert magam úgy gondoltam, hogy külső területek azt nem éri meg hosszú távon, tehát egy tabajdi terület, illetve egyek, az már egy kicsit távolság onnan, és célszerűbb ott gazdálkodni. Minél közelebb legyen. Mi van most? Hogy él ön, hogy él a családja? Mi maradt? 360 birka volt. Hát elsőnek kifutásra eladtuk a 200 darabot, majdan ezt követte, még egy évig próbáltuk húzni, hogy valahogy ezzel a kis törzsállománnyal majd fönn tudunk maradni, de ugyanaz történt, hogy jöttek utánunk, mindenhonnan elzavartak, és hát nem volt maradásunk, tehát nem tudtunk mit csinálni. Akárhova fordultunk, senki nem foglalkozott, nem törődött velünk, és ebben az időszakban jelent meg a Ferenczi Krisztina oknyomozó újságíró, és szeretett volna segíteni. Tehát, hogy ő végig megnéz, tehát az átlátszón fönt vannak az összes dolgaink, hogy mi megyünk keresztül. Számunkra nagyon megalázó volt, ahogy bántak velünk. És ez segítség volt, vagy olaj volt a tűzre? Mi történt ezután? Vannak most állatok? 15 darab állatot szerettünk volna átmenteni, azt édesapám bevállalta, tehát ebben az időszakban, hogy jobb helyük van odalent, ők egy Charolais törzsállomány, tehát egy francia importállomány, amit hát nagyon-nagyon nagy termék. 15 birka maradt a 360-ban volt. És ebből nem lehet megélni, tehát ez már csak egy annyira törzs, amit nagyon nagy szeretettel és hát a gyerekeim összeomlanának. Tehát ezek miből élnek most? Hát jelenleg annyi, hogy az összjövedelmünk 56 ezer forint négy személyre, ezen kívül a földekkel való gazdálkodás, illetve amit tudunk, csináljuk, de mai napig nem adjuk fel. Tehát azokat a barátainkat, azokat a jó ismerősöket, akik éveken keresztül ránk voltak szorulva, és segítettük és támogattuk, és érdekes módon azért lett annyi segítségünk, hogy ezt is ön tudtuk tartani. Igaz, hogy nagyon, nagyon kis dologgal beérve, tehát az, hogy van egy 39 négyzetméteres házunk, és nem volt benne, csak tavaly lett fürdőszobánk, addig még vízünk sem volt, és mégis a célok és a tervek, és boldogan éltünk szerintem, ha szegényesen is, és jól és örömmel tettük azt, amit ma is azt érzem, és úgy tudom, hogy ez a dolgom, tehát hogy vigyem végig. És hát mit? Mit visz végig? Az, hogy egy harcot vívni, az, hogy nyilvánosságra kerüljön egy dolog, amit egy ilyen klientúra valósított úgy meg 26 éve, ami alatt én mondom és tartom, hogy itt 800 milliárdról van szó, a vagyonkészlet, amikor milyen 800 milliárdról beszél? 14 strómant, akit szombaton nagyon szeretnék megnevezni, mind a 14 strómant, akik tönkretették a 12 állami gazdaságot, hogy kik ők, és hogyan épült fel az egész rendszerük, és hiszek abban, hogy lehullik a lepel.
És akkor, amikor 2010-ben győzött a Fidesz, volt egy beszélgetésünk elején egy fél mondata, vagy több is, mint fél mondat, hogy nagyon bízott benne, de nem folytatta ezt a gondolatot. Bízott a Fideszben? Bízott Orbán Viktorban? Bíztunk benne, természetesen. Hogy most végre elkezdődhet valami van, az agráriumban. Így is. Van, hogy elindul az, hogy igazán családi gazdálkodók, és igazán minőségi árut tudunk előállítani és termelni, és hát messze menőleg nem ebben az irányban haladunk, de bebizonyítom az országnak, hogy mindaz, amit mond az úgy hazugság, saját törvényeit szegi meg, és ellenkező dolgokat hoz végre. Tehát azt, amit ő állít és mond, pont az ellenkezőjét cselekszi mindvégig. Most kiről beszél? Orbán Viktorról. Most Orbán Viktorról. Tehát, én úgy hallottam, hogy biztos nem volt egyszerű a családnak se ezeket a harcokat végigélni, azt látni, hogy a hosszú-hosszú évek, évtizedek óta működő, apáról fiúra szálló gazdaság, gazdálkodás, munka az, hát szinte egyik napról a másikra véget ér, de úgy hallottam, hogy valami csuda-csuda szép és csuda édes, és nagyon jó tanuló gyerekei vannak. Hát igen, nagyon-nagyon szeretem őket, és nagyon felnézek rájuk, tehát nagyon sok esetben mondják a kiutat. És mennyi idősek ők? 14 éves a nagyobbik, és 11 éves a Barbie, a kicsink, és mindkettő nagyon jó emberek. Amikor készültem az első alapítónkra Etyeken, és akkor már túl voltunk az újfalusi Marika néni nagyegyháza, ahol 14 erdőt tüntettek el, és aláztak meg egy idős nénikét, aki mai napig nincs eljárás, és ronda módon csaptam be őt azzal, hogy a központi nyomozó osztályvezetője fölhívott, és azt mondta, hogy felveszi a feljelentését, nyugtassa meg az újfalusi nénit, és elindul az eljárás. De és nem indult el azóta. Mai napig nem indult el semmi. Szóval, hogy a család ad támogatást, hogy érzik, hogy van, persze, hogy ne adna. Akkor család nélkül semmit nem lehet csinálni, az egészen biztos. De hogy ehhez a harchoz, a nyilvánosság erejéhez, gondolom, hogy szeretné valaha, valamikor újraépíteni azt, amit már egyszer elért és elveszített, hogy ebben ők, a családja támogatja önt. Hát ők pici koruk óta, tehát már 3 évesen nevelte az első bárányt, a Vivien, tehát ő részt vesz mindenben, ott van, amikor ellenek, ott van, amikor bármi kisebb műtétek, és segítkezik nekem. Hát egy tündérek, és mikor megismerték ezt, amin dolgoztam, és elvittem a Marika nénihez, és első alapítónknál azt írta, mikor szóhoz nem tudtam jutni, hogy az élet egy versenyfutás, hol jól kell tudni szaladni, de ne felejts el soha embernek maradni. Ő nagyon szerette és tisztelte mindazt, amit a Tibor cég, illetve a Ráhel csinált, és én nem tudtam neki megmagyarázni, hogy lányom, nem erről van szó. Göbölpusztára az 54 darab sarolé marha a Tibor cég érkezett legelőször, és azt tudtam már, hogy összefüggéssel van az egész országra. Kismartont is beleértem, hogy Tibor céké lett, és furcsa módon az egész hálózatot már, egész Magyarországot behálózták. Tehát, amit ott ön lát kicsiben, azt mondja, hogy gyakorlatilag az nagyban is megvan az ez egész. Ez nagyban is így működik, az egész rendszer, és nem lesz kiút. Tehát amit én... Nem lesz? Nem lesz kiút, mert ezt már én úgy gondolom, hogy csak egy forradalom, mert óriási. Tehát amikor azt mondják, hogy a forradalmat hogy érti? Hát azzal, hogy most mi választás előtt állunk, és tudatosul mindenkiben, hogy már le vannak sok helyen játszva, tehát csalás lesz, és tisztában vagyunk vele, amikor egy félelemérzettel beszélgethetek bárkivel, mert máshogy nem működik, elmegyek és meghívom, és nem engedik ki felcsútról, és kiderülnek a dolgok, hogy ezért, mert az Euróvéd, a rendőrautó járkál, és nem tudnak kijönni egy faluból, hát az valami botrány. És az édesapám mindig azt mondja, hogy a Rákosi rendszer nem volt ilyen, mint ma, ami lett. A munkahelyfüggő, tehát azt a rendszert, amikor tönkretesznek minden olyan vállalkozót, aki munkahelyet tud biztosítani, értem a létminimum, tehát minimálbér felett, azt vagy kivásárolják, vagy tönkreteszik. Tehát ez a rendszer úgy épült fel, hogy
hogy csak az ember jó, akik fillérekért dolgoznak számukra, és ugyanakkor ez a furcsa, hogy csak fideszes az utóbbi időben, konkrétan csak fideszesnek van ma munkája környéken. Na hát azt látja, nem igaz az, hogy mindenki fél, és a legjobb példa az ön. Köszönöm, hogy itt volt és elmondta mindezt. Köszönöm szépen.